A szemináriumon leginkább a rendszer szemlélettel kapcsolatos kérdéskörök az, amik igazán mélyre menően foglalkoztatnak engem. Sikeren dolgozunk, de mégis ezt úgy tudjuk elérni, hogy boldog állapotba hozzuk magunkat. És ezt hogyan teremtjük meg a hétköznapokban, ez nagy varázslat volt nekem, hogy lehetséges. Mindegyik téma ugyanúgy érdekel. Igazából az összes. Nem tudok kiemelni, ott vagyok az összes foglalkozáson, mindenre figyelek. Minden témában meg tudom találni azt, ami izgalmas számomra. Az emberi potenciál fejlesztése, ami érdekel, tehát a határainkon túllépés. Hogy hogyan lehet fejlődni. Nagyon érdekelt a fejlődés diagramja, és különösen ezen belül a két katasztrófa plan. Mindegyik téma érdekel, itt szerintem egy komplex látásmódot lehet kapni arról, hogy működnek a dolgok. Hogyan építsem föl az életemet, a folyamatokat. Az életépítés és a modellezés. A modellalkotás. A világ működése. A komplex működési folyamatok, amiket nem érzékelünk az életben, azoknak az egyszerű felépítése, illetve magyarázata, hogy hogyan működik az élet lemodellezve. Lélekkel kapcsolatos témák érdekelnek a legjobban. Engem egyértelműen a lélek, spiritualitás. A szerelem. Hát most a párkapcsolat. A párkapcsolati téma. Emberi kapcsolatok építése. Kollektív intelligencia. A vállalkozásom fejlesztésének a kapcsolódó témakörei. Nagyon jók az üzleti témák. Eddig egy diktatórikus vezető voltam. Egy jó vezető hogyan kell bánni az alkalmazottaival. Amióta ide járok a Sanyihoz, azóta hálózati rendszerben tudok gondolkodni és dolgozni. Minden oldalnak a megközelítése fontos számomra. A személyiség fejlesztés. Az önismeret. Ami leginkább a saját személyes fejlődésemet viszi előre. Változtassunk magunkon, az életünkön. Témákhoz a legjobban az egészség érdekel, hogy egy adott betegséget ott tudunk egy modell szerint megjelenteni és gyógyítani. Engem minden téma érdekel. Én amit kérdeznek, ami felmerül, mindent igyekszem odafigyelni, és megértek, és jegyzetelek, mert vissza is szeretem olvasgatni.